60-70 ember munkahelye veszett semmibe, azt követően, hogy egy holland befektető által épített bioerőművet be kellett zárni a Somogy megyei Várdán, mert alapanyag nélkül maradtak. A próbaüzem alatt az erőmű kedvező feltételekkel vette át az egyébként költséges módon megsemmisíthető szennyvíz iszapot, de a termelés beindítása után a helyi vízmű már nem volt hajlandó magasabb árat fizetni, így az üzem most nem tud mit elégetni. Már 2009-ben elkezdték, de csak 5 évvel később tudták beindítani a várdai bioerőművet, ahogy a beruházó fogalmazott, a hatóságok akadékoskodása miatt. Az erőmű nem volt hosszú életű, azóta már be is zárt. A tervek szerint főleg a kaposvári szennyvíztisztítóban keletkező iszapot semmisítették volna itt meg, de ez a terv dugába dőlt a próbaüzemet követően. A helyiek bíztak az erőműben, de hiába. Utána a kavíz az elmúlt évben vesztesége volt, segítették ezzel is, hogy olcsón átvették. Gyakorlatilag a korábbi árnak a töredékén rátvették a szennyvízszapot. Most viszont azt az árat kérték, ami már nyereséget biztosít, de ez még mindig kevesebb ez az ár, mint amit korábban a biogáz előtti feldolgozáshoz fizetett a kavíz. A polgármester szerint a hollandok minden akadályt sikerrel vettek a magyar hivatalok útvesztőjében, és milliárdokat fektettek volna be még ezután is a településen. Mindezt úgy, hogy közben 60-70 munkahelyet hoztak volna létre. A hollandok mostanra viszont annyira elkeseredtek, hogy már legszívesebben eladnák a zöld energiás erőművüket. Hát nagyon sok falba ütköztek, mert ugye nem volt egy, a kezdetén sem volt egy olyan magyar menedzsment, aki ezt fölkarolta volna, és a magyar szabványokat, magyar lehetőséget, magyar körülményeket figyelembe véve próbálta volna ezt az ügyet előre lendíteni, és gyakorlatilag majdnem, hogy magukra voltak utalva ezek a beruházók, és ennek következtében sajnos hát eléggé akadozott, és nehezen ment a dolog. A faluban abban bíznak, hogy az erőmű olyan kezekbe kerül, amelyek állami támogatást is élveznek, és így újraindulhat a termelés. A holland kertészetről már letettek, mert a tulajdonosok megunták a magyaros körülményeket. Németországban egyébként ugyanez a cég a várdaival egy időben indított egy hasonló erőművet, az azóta is folyamatosan termeli az áramot és a hőt a környéken élőknek.